milyen élete van ennek a bizonyos Wolverine-nak, és ezzel fogunk ma játszani. Ez a játék nagyjából arról szól, hogy van egy sárga kis fickó, akinek munkát kell találnia, mert a mamája kirúgra otthonról, ugyanis ne legyen már egy ilyen semmire kellő ficsúrocska, úgyhogy most a semmittevésből és az ingyen élésből elég, elhagyjuk a mama otthont. Szóval valahol a Wabi sziget csendes részén. Wabi éppen játszik. Wabi ül a gép előtt. Wabira rá törik az ajtót, mama ott van, oh my god! Mama, azt mondja, figyelj ide, napok munka nélkül, de figyelj, takarodjál! Dolgoznod kéne te kis senki házig, picsám, gyerek, takarodj! Ennyi volt. Ez a történet, srácok, ez a története a Wabi Life-nak. Kelj fel a padlóról, mondja nekünk a mama. Hopp, oké, fel is keltem. Remek, most nézz körül! Ha-ta-ta-ta-ta, hú de jó. Nagyon jó, és most sétálj egy kicsit. Hú, de mély hangot adtam a mamának, bocsánat. Tökéletes, most szerezzük meg az első munkáját. Beszélgessük ezzel a Wabival. Ingatás, a fej... Ez a magyarosítás, oké. Fejük fel, van munkája az a számára. Menj és beszélj Wabival az út túloldalán. Hello, egymásra hat. Ez egy munkalap. Megmutatja, mit kell tenni, ha egy munkak befejezéséhez. A munkavégzés pénzt keres. Minden munka más, sok esetben időkorlát is van, ezért legyen olyan gyors, amennyire csak tudsz! Oké, szóval zselés kézbesítés. Kövessük a izét, vigye a zselét a Jelly Man-be. Ez a feladat az, hogy begyűjtsd ezt a kis zselét a bevásárlóközpontból. A nyíl megmutatja, hova kell menni a zseli beszerzéshez. Oké, ott a nyíl. És akkor itt lehet ugrálgatni. Ez egy kicsit, tudjátok, milyen feelingje van ennek? Mint a... Minek hívják azt? Aj, Human Fall Flat. Kicsit olyan feelingje van, ebbe is tudunk ilyen rongybabaságot itt. Vagy, és tessék, el is dőlt a kis Wabi. Na, kell egy fölpajtás. És akkor így tudunk ugrálni, meg gondolom akkor az egérnek a segítségével így ütögeti, tó-tó-tó-tó-tó. Viszont elértünk a bevásárló központba. Hol kell bemenni? Itt oldal. Itt kell bemenni. Hello? Hol van a zseli? Ott a zseli. Nézd, ott van a zseli! Emelje fel a karját és tartsa! Jó, hát ez szerintem... Szép munkat tegyük a zselit az autó hátuljába! Ajnem, most megint fel kell venni. Jó, nem mint hogy olyan nagyon nehéz lett volna, és ezt nem kell megvenni? Vagy ezt csak itt tényleg el kell hozni? Így, megfogjuk is. Tudj! Be is tesszük. És tényleg autóval lehet menni? Nyom meg az F, hogy bejuss. Oké. Okay. Így. Így is van! És tudunk menni. Vissza kell venni. Hát ez... Hát ez rendesen izé GTA! Oda néz. Úristen! Úristen! Jó, egy kicsit még nehézkes a vezetés, de mindjárt meg lesz. Királyság, hello! Na, nyisd már ki. Oké, és akkor most megfogjuk a jellyt. Itt is van. Tessék, bástya! Oh my god, meg lett a pénz! Köszönöm a jellyt! Jutalomként megkaphatod ezt a jelly fejet! Fel kéne próbálnod a kalapot! Várjon! Mielőtt ezt megtennéd, tegye be a készpénzt a bankba! Pénzt ide! Tudj, és hova lett az autó? Szép munka, most jó. Most légy jó, Wabi, próbálja fel a kalapokat. Oké, oké, fenn van a szekrényben a kalap. Mama, de jó, hogy ott van. Boing, boing, boing. De várja, melyik volt az én szobám? Ez? Mert itt van egy ajándék, hoppá. Szereztünk egy kis kápét. Na, felvettük. És mi a felső? Ilyen felsőt is tudom. Anyukám, ne hívjál, éppen dolgozok én is a Wabi Life-ban. Nagyon jó. Hű, de jól nézünk ki. Nagyon jól nézel ki ez a sapka. Milyen kedves ember? Most pedig vessük egy pillantást a mini térképre! Például ruhákat, háziállatokat. Hát, háziállatokat, járműveket vásárolgat. Sőt, ha elég pénzt keresünk, akár saját házat is vásárolhatunk. A házak az egész ügyetet találhatóak. Oké, hát ez nagyon jó. Szerintem eleget tanultam egy kis, tedd büszkévé a mamát. Büszkévé teszem a mamát. Büszkévé akarom tenni a mamát. Itt van a Wabi. Van itt, nézd meg, van itt ilyen sziget, ez még tök felhőben van, meg ilyen sziget, meg olyan sziget. Tehát ez nekem azt mondják, hogy hol vannak ilyen, ez mi ez? Ugrató vagy mi? Viszont bejövök a házadba. Ez a zselés fickó. Nézzük, mennyi zselés cucca van. Itt ez mi? Ez mi? Eltemette a tartalék alaksori kulcsokat ma a kertben, ott biztonságban kell lennie, használnom kell egy... Azt hittem azokra a Wabi, amelyekre... Úristen! Így kell kinéznem, kell egy kis kalap, egy bajusz, egy nadrág, hát ez zseniális, hát még vannak benne ilyen titkok is, oda néz. Várj! Úristen, hát annyi minden van ebben a játékban, alig tudok valamit kezdeni vele. Tessék, ezzel megyek. Én ezzel akarok. Poing. Menj már! Jaj! Úristen, hát ez nagyon jó, hát ez tiszta GTA. De gyors, hol van itt a munka?
Ott van, nézd, ez lesz itt az újságos dolog. Hát ez nagyon jó, de ezt a szutykot, ezt le kell váltani, mert ez valami gyötrelem. Ide le is parkolom, senki se lássa, hogy ezzel jöttem szégyen szemre. Hello! Adj Isten, fogadj Isten, hé! Ugorj a papír, pisztolyba. Oh my god, és mit kell csinálni? Oda kell lőni? Ja, hogy így? Úristen, de várjál, hát ez... Egyet se tudtam belőni. Oké, egyet sikerült. Na várjál, ott is volt. Kettőt sikerült. Nagyon jó. Hát de várjál már, hát ez úristen, hát... Ennyire nem tudok koncentrálni. Hát úristen, na várjál erre. Ez királyság, ez benn van. Oké, lefelé, egy kicsit lejjebb kell húzni. Oké, és akkor úgy. Hoppá, az is nagyon jó. Hopp. Az is megvolt. Kezdek belejönni, oda néz, hát kiszállítok mindent. Az nagyon messze van, az nem. Ez sikerült? Wow, nagyon jó vagyok. Oda is, mondom oda is. Ez magasra ment, úgy, nagyon jó. Oké, ez is megvan. Az is megvan. Oké, egy kicsit szétlőttem. Ne haragudjon, bácsi. Ne haragudjon. Oké, magunkhoz is adtunk egy levelet. Oké, nagyon jó. Az volt a pont, hogy túlságosan felfele résztem. Így most már megy. Oda, na. Oda néz, oda is be tudtam lőni. Hát én nagyon jó vagyok. Újságozásra születtem. Hát ez lesz a munkám innentől kezdve. Ez. És most elrotottam, mert nem lőttem mindenhova. Hát még ennek sem vagyok jó. Baba, nem sikerült büszkévé tennem. Megpróbáljam még egyszer. Csak betettem. Azért kaptam valamennyit. Igaz, nem a legjobbat. Látod? Látod? Most már megy. Oké. Oké. Opa. Oké, megvan. Meg lesz. Ó, bakker. Oké, sikerült. Bakker. Ez nem ment be. Úristen, hát itt nagyon sokat hagyok ki. Oké. De ez mi? Menj már. Hát siker... Menjen már. Na, már azt hittem, nem jön össze. Nagyon jó. De mind a 25-re kellene külön lőni? Hát ez soha nem lesz meg. Nekünk nem kell újság, én nem szeretem az ilyen szórólapokat. Szerintem ez egy rosszabbul teljesítettem, mint az előbb. Hát de tényleg. Hát nézzeg. Úristen, hát erre így egyedül nem vagyok elég. Oké, nagyon jó. De ne vár, hát az sikerült végül is. Oké, az végül is benn van. Oké, nagyon jó, nem sikerült. Pénzt azt kaptam, így tudok szerezni már itt. Tessék, elteszem, viszont én leváltanám ezt a ruhát. Tudok már vásárolni? Adj Isten, fogadj Isten, hellóka. És hogy tudok ruhát választani? Én csak jöjjek ide, vagy itt hogy van, nézd. Itt. Oh my godness. Oh my god, ezt tudok kis pipacskát venni a szacskámban, meg ilyen kis nyelvet. Hát ez nekem nagyon tetszik. Ó, nagyon menő, de nekem ilyen vagány cuccok nem kellenek, viszont ellenben ezt megveszem. Hé, hey, még vásárolnék. Felsők, várjál, nadrágot vegyünk már, mert olyan hülyén nézek ki. De nagyon... Hát nem mondom... Ez mi? Nincsenek jó nadrágok, mindegy, ezt megveszem. Vabi TV, avokádost, ez Gyöngyinek a kedvence lenne. Gyönyörű, asszonyverő. Nem tudom, ezt meg tudom venni. Ez így kellően csicskán nézek most már ki így. Jaj. Várjál, ott volt még egy munka talán a túloldalon. Mindjárt megnézem, csak oda kell motoroznom. Hát ez nagyon jó ez a játék. Na, itt ugyan nincsen semmi. Halihó! A bohóc nem jött el a lányom születésnapi partiára! Ne mondd már! Tudod, hol találhatnék egy bohócot? Új teendő lista bejegyzés. Le bohóc. És mi? Keresnem kell valahol egy bohócot? Ez a ház eladó. Nézzük már meg, mennyibe kerül egy ház. Csak úgy kíváncsiságból. 1000! Ahogy párat még újságozok, az kész, meg lesz. Felvétel és leadás. Ez jó is lesz. Na, egy kis taxizást. Tessék, hoppá, elvittem a táblát, oda se neki. Hát na, ne. Ma már nem, elmondhatom, hogy amúgy van jogsim, de nem azért, mert jól tudok vezetni. Na, hogy milyen érdekes, hogyha meglett az egyik munka. Jaj, úristen. Hát valljuk be az őszintét, hogy ez nem a legjobb GPS, ami valaha itt létezett ebben a játékban, viszont... Itt vagyunk. Oké. Hello. Itt szeretnék izét.
Hé, hey, gyere, segíts nekem ezekkel a taxik árukkal, oké. Okay. Keresse meg az utasokat, hajtson be a körbe és vegye fel az utasokat, vigye el őket a rendeltőket. Hát ez jónak tűnik. Na, és miért jobb kormányos? Na mindegy, ettől tekintsünk már el. Ott van egy vobi, ott van egy pár vobi. Úristen, jaj, de rossz a vezetés. Te jó Isten, oda. Értettem. Elvisszük. Viszem is. Ó, bakker! Úristen! Szá! Kész! Tessék! Hoppá! Bocs! Egy kicsit izé összetörtem. Úristen, itt roncsolódnak a kocsik? Oké. Okay. Hova kérik? Hölgyem uram! Visszük a lápát és ezzel ne is törődjön. És ötöt kéne elszállítani? Jesus! Oké. Okay. Nagyon jó, ez kettő. Aj, úristen, hát két percem van még, vagy három? Hát durván kettő. Oké, okay. Gyertek! Oké, okay, nagyon jó! Nem lesz meg! Nem lesz meg! Hát ez lehetetlen! Ott van. Azt nem tudom, hogyha óvatosabban vezetek, nézzek, csúszkál össze-vissza ez a szerencsétlen autó. Oké, okay. Még kettőt kellene elszállítani, hát az biztos, hogy nem lesz meg. Fú, de ez még szerintem talán még meg is lehet. Hogyha nem robban föl az autó, vagy nem tudom, lehet, tud-e ez olyat. Ide kérik. Oké, okay, a taxiállásra. Bocs, tes. Na, még egyet, ha nem robban föl az autó, akkor jó lesz. Gyerünk már, babikám! Te nagyon füstöl az autó, te jó Isten! Gyertek! Oké, okay. Simán! És megcsináltam! Jeez, egy kicsit izé kovályog a feje, de sikerült. Itt tettem ki őket, erre repültem. És hova lett a pénz? Ha? Ezt az újságos dolgot nem tudtam egyedül megcsinálni, ez nagyon nehéz. Viszont itt is van egy ilyen kis vabi csávó. Lehet venni kaját? De minek? Miért vennék? Kell az életben maradásomhoz? Elhiszem, hogy kellene. Ez a zoom, ez kegyetlen. Úristen, lehet vonatozni, hagyd menjek egyet a vonattal. Milyen jó lenne, hogyha én is irányíthatnám a vonatot. Elment. Na. Hello, kedves szemöldök barátom! Nem vagy szörnyeteg! Bocs, csak egy kicsit félek! Ezzel a barlangon dolgoztam Halloweenkor, de megijedtem és kiszaladtam ide! Beledobtam a fákját és most már túl félek ahhoz, hogy visszamérjek nélküle! Meg tudod szerezni nekem? Meg, kedves barátom! Furcsa a zseblámpa! Aha, ide kéne bejutni. De ide nem tudok bejutni. Úristen, de sötét van! Menj már innen el! Itt van még egy. Nyitva! Házi készítésű szellemmaszk, ez az. Boy, most már ezt is megkaphatom. Minecraftos zombik! Várjál, ott van valami. Ja nem, ez csak egy ilyen lámpa. Úristen, menj már! Mi ez? Úgy nem látok semmit, a Softbox az arcomban világít, mint a rohadt élet. De félelmetes. Amúgy tök jó, hogy ilyeneket is tettek bele. Erre? Fogalmam sincs, hogy jó irányba megyek, de erre megyek. Egy előbb vagy utóbb elérek oda, nem? Úgyis nem sokára Halloween. Ez egy kacsa? Oké. Okay. Jó. Ezt nem tudom, miért kellett így megnéznünk, és itt van az elemlámpa. Jöjj! Megvan! Bástya! Itt sikerült! Visszajutottál és nálad van a fákjám! Amúgy ez nem egy fákja, hanem ez zseblámpa. Te bátrabb Bobby vagy, mint én! Ezt megkaphatod, nem akarok tovább fordani. Megkaptam a gonosz kacsa kalapot, nekem pénzt adjon! Amúgy ez ilyen angol style. Úristen, ez a Mr. Bean-es háromkerekű kocsi. Te jó ég, ez a Mr. Bean-es háromkerekű kocsi, menj már! Hülyén néz ki ez a kocsi, de attól még megy. Úristen, de rossz. Úgy látom, hogy nem nagyon van több küldetés, vagy legalábbis ez újságos. Tehát, hogy ezt feltétlenül meg kell csinálnom, vagy át tudok menni oda a túloldalra. Csináljam, meg kell csinálnom. Érzem, hogy a zsigereimben van az újságozás, de valahogy nem jutottam még tovább rajta. Meg kell csinálnom, hé. Jöttem, hogy megcsináljam ezt a küldetést. Gyerünk. Naj, az Isten verje már meg, hát ezeket hogy kellene? Meg lesz? Nem lesz meg amúgy. A fene enné meg, ez nincs meg megint. Még hol van? De nem már! Ezt nem hiszem el, hát ez hogy lehet megcsinálni?
lehet tűzoltóskodni, az mondjuk így meredek semmi tudás nélkül. Na itt a járműbolt, TV-kvíz állás, azt is lehet, ez jó hangzik, vagy diszkójáb. Keres egy kis pénzt a táncparketten, na, menj ki a sérült vabízeket, vagy vobikat. Hát nagyon sok állás van, úristen, hát nagyon sok, nézd, szemetet is tudok gyűjteni, ismerje meg a sziget történetét, múzeumba is lehet jönni, itt a Vidámparkban itt nem lehet dolgozni valamit, vagy mi ez? Itt ez verseny, vigye biztonságosan erre a mérgezett hulladékot, hát nagyon sok küldetés van, nagyon-nagyon sok küldetés van, úgyhogy szerintem ezeket fogjuk megnézni. Majd csak a következő részben, hogyha szeretnétek látni azt, hogy én ilyen kis vobiként hogyan fogok munkát találni magamnak. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!